egyik legkomolyabb bemutatkozási lehetőség pályakezdő zenekaroknak a showcase. Nagyon örülök, hogy most már harmadjára is részese lehetek ennek a programnak. Ez a formáció most alakult meg így. Tavaly is játszottunk itt a 10. év jubileum koncerten a MIPA-ban, ugyanitt az Átriumban. Akkor is az én kvartettem játszott, csak akkor még egy másik zongoristával voltunk. Why did you lead me the things you could care? 9. éve rendeztük most meg ebben az évben a Jazz Showcase-t, és nem mondhatnánk, hogy mi fedeztük föl Harcsa Veronikát vagy Fábián Julit, de ők is itt léptek fel annak idején a délutáni sávban. Pero no Brasil es diferente, yo te quiero simplemente de amor, me des la casa. Habla castellano, no fandango, argentino canta tango. Formációnk székhelye Sopron, beiratkoztam ott a zeneiskolába, mert akartam mindenképp zenét tanulni. Ott klasszikus éneket tanultam, de annyira szerettem volna már jazzt tanulni, és érdeklődtem, hogy kit lehet ez ügyben megkeresni, és akkor a Kónyai Tibit ajánlották, én felkerestem, és hát több mint 3 éve, hogy együtt játszunk. Az ég alatti a Tao Te Ching-ből egy kifejezés az emberek világát jelenti, minden, ami az ég alatt van. Egy kedves barátom szokta mondani régen bizonyos dolgokra, hogy ez olyan ég alatti, és a zene, amit játszunk, az nem ez a füstös kocsmai jazz, hanem egy ilyen ég alattibb. Azt mondom, hogy a mai fiataloknak egészen más kitüntetett szerepük van, és kitüntetett lehetőségeik, és nagyon-nagyon sok olyan alkalmuk játszani, ami annak idején nekünk nem sikerült, vagy nem adatott meg. Ez egy nagyszerű dolog, hogy egy pár napon belül ömlesztve több lehetőséget kapnak az emberek arra, hogy megszeressék a jazzt. Két és fél éve kezdtük egy alkotótáborban, Velemben, Novákfalván kezdtük a pályafutásunkat, és megvalósítottunk itt Budapesten egy heti rendszerességű klubestet, ami nagyon népszerű és mindenféle zenészt bevonz. Csontvári mondta azt, hogy ő sem szeretné magát beskatujázni mindenféle művészeti ágazatokba, ezért ő napút festőnek nevezte magát. Nekünk még nincsen egy ilyen napút dolgunk, de hamarosan a kritikusok majd megfogalmazzák, hogy milyen zenét is játszunk, reméljük. Mi 2014-ben alakultunk meg, amikor Samuval úgy döntöttünk, hogy a kettőnk közös zenéléséből csinálunk egy zenekart, és én akkor már játszottam együtt Donkával korábban, így tudtam, hogy tök jól dobol, és aranyos, meg jó fej, úgyhogy bevettük őt is, és akkor így lettünk egy zenekar. Zenész családból származunk, szóval kvázi kiskorunk óta nagyon közel áll hozzánk a zenélés, meg az, hogy ezt egy emberek csinálják, meg hogy ez jó, és hogy mi is szeretjük. A Donka pedig szem 7 éves korodban kezdte el dobolni. 8 éves korában kezdett el dobolni. És továbbra is szeretnénk együtt maradni, és koncertezni, meg játszani, meg új dalokat csinálni, és minden jobban. A zenekarunk neve BG5, jobb hián az én nevem után kapta a zenekar az elnevezését. 2013-ban alakultunk a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, és azóta igyekszünk minél több helyen muzsikálni. Talán ez a legjobb színpad itt a környéken, ahol együtt játszhatunk, rendes zeneértő közönség előtt, és aztán, amikor már a későbbiekben megtudtuk, hogy komoly szakmai zsűri is lesz, meg eredményhirdetés, meg ilyesmi, akkor már én elkezdtem félni. De eredetileg csak úgy indult, hogy játszunk egy jót. Alatt a 9 produkciót gyakorlatilag
majd, hogy nem 9 különböző fiókból vagy tasakból lehet neki venni, és ilyen módon valamiféle átfogó rendszerben itt megítélni őket azért az egy nagyon nehéz feladat volt egy a zsűrinek. Egy nagyon erős mezőn gyűlt össze itt, és tényleg fantasztikus élmény volt ezeket a fiatalokat hallgatni. Én magam nagyon sokat tanultam ebből a 3 napból. Formációnk 2015 novemberétől létezik ebben a felállásban és ezzel az anyaggal. Ez az első nagyobb megmérettetésünk, így minden lehetőséget szívesen veszünk. Szerintem ez is nagyon nagy dolog, hogy itt lehetünk és örülünk neki. Az első koncertünk augusztusban volt a Budapest Jazz Clubban, és közel fél éves rövid kis pályafutást tudhatunk magunk mögött. Személy szerint azt várom, hogy a közönségben olyan emberek ránk találnak, akiknek tetszik a zenénk, tehát inkább ilyen közönség toborzásnak gondolom. In the shadow of a tree. Ez a formációnak az első koncertje, így olyan 2-3 hónapja kezdtünk dolgozni a projekten, és a saját szerzeményeimet játszottuk, és a címadónk is egyik szerzeményünk, ami az első felében szólalt meg a műsornak. A Landing Venus produkció, amelyik a 70-es évek avantgárdjának egy olyan hagyományát újítja fel Magyarországon, amely szinte teljesen fehér folt volt a magyar jazz publikum számára. Ilyen zenekarunk nem nagyon volt eddig. Hát most van, és nagyon örülünk neki, hogy van. A tökéletesség szempontját félretéve nagyon jó koncerteket tudtak adni. Például a közönségdíjas Olá Kálmán Junior együttes, ugye, amelyben Olá Krisztián, aki nagy koncerten is játszik, ilyen titkos favorit volt, hiszen egy kicsit ő, mint báty, a zenekar vezető öccsöt egy kicsit instruálta a zongora mellől. Aztán Bille Gergő, Tombitán és Szánkürtön, meg főleg zenekarvezetőként és zeneszerzőként, a témák szerzőjeként nagyon klassz dolgokat csinált, és az ő produkciójuk volt a legkiérleltebb. Azt hiszem, ezt honorálta a zsűri összesített döntése. A közönség díjra szerintem esélyes lehetett volna DAS, az egyik átlag életkorát tekintve legfiatalabb trió. Ők például hát a frissesség és üdeség megtestesült jelenlétét adták a színpadon. Ugyanakkor lehet, hogy a jazz nem lesz örökké a legfontosabb stílus a számukra, ez abból, hogy egy inkább rockos változatát játszották most ezen a koncerten, ki is derült.